Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagybató Jonatán. Ez a Világnézet Nógrádi György biztonságpolitikai tanára, egyetemi tanára. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, savas vizet kértem, ez nem savas, de most már mindegy. Mehet. A mai adásban pedig aktualitásokról fogunk beszélni. Kezdjük talán Izraellel. Ugye a múlt héten, illetve hétfőn is csapást mért Szíriára, Izrael Damaszkuszban, ahol ugye több magas beosztású iráni vezető is meghalt. Tudom, hogy Izrael mai napig nem vállalta magára ezt a támadást, de mindenki tudja, hogy ők voltak. Mi lehetett a motiváció ezen támadás mögött? Gyakorlatilag 20 éveken át Izrael és Irán stratégiai partnerek voltak a sakk alatt. 79-ben jött a iráni iszlám forradalom. Nagyon érdekes volt, Khomeini hazatért Párizsból, és gyakorlatilag beindított egy forradalmat. Ennek rengeteg előzménye van, nem térek ki rá. Az országban a lakosság jelentős része nem értett egyet Reza Pahlavi sakkal. A sakk ekkor már rákos volt, öreg volt, beteg, nem sokkal később meghalt. Beindítja Irán a séta világforradalmat. Mi tartozik ide? Irán? Irak? Természetszerűleg néhány olyan szervezet, amelyik Irán irányítása alatt áll. Érdekesség, hogy ezek közt van szunita szervezet is. Most már Jemen és Szíria, ahol a lakosságnak 8-12%-a séta, ott alevitának hívják őket. Elkezdődik az arab tavasz. Az első felkeléskor országos szinten Szíriában egyetlen ember sem megy el a tüntetésre. A lakosság elégedett Assad papájával. És elkezdődik egy olyan polgárháború, ahol mindenki ott van. Törökök, Irán, Oroszország, USA, Izrael, ki így, ki úgy. Mi Irán stratégiai célja? Két fő ellensége van, Egyesült Államok és Izrael. Sorra történnek az egymás elleni merényletek. Amit te kérdeztél, az a merényletek sorában. Egy, szétlövik a ott lévő iráni konzulátus. Nem, a nagykövetséget mellette van a konzulátus, két iráni tábornok meghal, iráni diplomaták meghalnak, teljesen nyilvánvaló, hogy erre iráni katonai válasz lesz. Mikor? Ezt Teheránban fogják eldönteni. A probléma az, hogy folyik egy háború a Hamasszal szembe. Most újabb front nyílt Irán felé, de hát folyik egy élethalálharc Cisjordániában, és folyik egy rendkívül komoly összecsapás északon, ahol a Hezbollah, egy Libanonban kormányon lévő szervezet, és Izrael vívja háborúját. Tehát összegezve a Közel-Keleten nagyon messze van a béke. Most rengeteg dolog történt. Az izraeli kormányi tagja Glatz bejelentett, hogy azonnali választás kell, Netanyahu helyett új miniszterelnököt akarnak, de ez egyenlő ezen a szinten van. Szerinted van arra esély, hogy mondjuk Irán ezen csapás miatt beáll a Hamász mellé, és még megtámadja Izraelt? Nincs, nem is akarja, nem is őrült meg. Egy Izrael elleni támadás azonnal amerikai válaszcsapást jelentene. Ő ezt nem akarja. Ő a saját szintjén fog lépni. Pár évvel ezelőtt meggyilkolták Szulejmánit, Irán legismertebb tábornokát. Ott is volt iráni válaszlépés. Moszulba fölléptek az ott lévő izraeli kirendeltséggel szembe. Nyilván lesz iráni válaszlépés, nem totális háború. Iránnak nem érdeke a totális háború. Akkor térjünk egy kicsit nyugatabbra. Mi a helyzet most Gázában? Hát szörnyű nehéz a helyzet, mert én azt mondtam, hogy a háború kezdetén 1-2 hétig fogja a világ Izrael támogatni, utána elfordult tőle. Mi a gázai háború előzménye? Hogy 50 évvel a Jom Kippur háború után bemennek Izraelbe, szárazföldön, tengeren, levegőből, és olyan sikeres csapást mérnek Izraelre, amit a Hamas sem gondolt. Milyennek a lényege? Megölnek 1200-1400 embert. Magukkal visznek több száz tószt. Elmennek egy zenei rendezvényre, ahol 200-valány embert legyilkolnak. Ez szörnyű, ez brutális, de utána jön egy izraeli válaszcsapás. Jelenleg ott tartunk, hogy jóval több mint 30 ezer palesztin halt meg. Ezek kb. Egyharmada gyerek. 70-valahány ezer a sebesültek száma. A világ elfordult Izraeltől. A nyugati világnak meggyőződése, hogy Izraelnek maradnia kell. Ma a világon számos Izrael ellenes tüntetés van, és nyugati egyetemeken rendszeres összecsapás a zsidó és arab diákok között.
van egy arab világ, amelyik Marokkótól a Sátel arab irak irányi határig terjed, és van egy muzulmán világ, amely Marokkótól Indonézia keleti végpartjáig terjed. Ez a világ ma Izrael ellenes. Vannak olyan jelszavak, hogy a folyótól az óceánig, ami azt jelenti, hogy meg kell szűnni Izraelnek. A Hamas katonai szárnya kiadta az utasítást 2 vagy 3 nappal ezelőtt, hogy el kell foglalni Jeruzsálemet. Ez mind érdekes. Nyilván nem fogják elfoglalni, de a háborúnak a megszűnéséhez 4 dolog vezetne, én ezt nagyon sokszor elmondtam. Jeruzsálem státuszának a rendezése, tárgyalás sincs, határok kijelölése, tárgyalás sincs, vízkérdés rendezése, ez élethalál, tárgyalás sincs, és menekültek visszatérése vagy kárpótlása, tárgyalás sincs. Tehát beszélhetünk bármiről, a világ jelentős része azt mondja, hogy 2 állami megoldás kell, erre ma Netanyahu nem hajlandó. Ugye sokan felvetik azt a kérdést, hogy pontosan Izrael ki ellen is harcol, hiszen az egyik olvasat szerint a Hamász ellen, a másik olvasat szerint viszont a palesztinok ellen. Szerinted ki ellen harcol ma Izrael? Ez megint egy megválaszolhatatlan dolog. Izrael visszaadta a gázai térséget a palesztinoknak. Ott szabad választás volt. A szabad választáson nem a palesztin hatóság győzött, amely rendkívül gyenge és korrupt, hanem a sokkal keményebb Hamász. Igen, de a Hamász elkezdte a háborúját. Felelős ezért a lakosság? Hát az én megválasztotta, szerintem nem. A Hamász jelenleg ott tart, hogy a Hamász zászlóaljainak kb. 80-85%-át Izrael felszámolta. De ezek a zászlóaljak mentek le az egyiptomi határ közelébe, és egy pont van, amit Izrael nem foglalt el, ez a Rafah-i térség. Mi a problémám? Hogy ennek a háborúnak megint nincs katonai megoldása. Izrael tudja foglalni Rafahot? Igen. Tud győzni katonailag? Igen. Politikailag győz, veszíteni fog. Én mindig elmondom, hogy Izrael történelmének minden háborúját megnyerte, és minden békét elveszítette. Akkor szerintem arra nincs lehetőség, hogy mondjuk elfoglalják Cisziordániát is? Cisziordániában sokszorosa a palesztin lakosság a zsidónak. Tehát a egyes számú kérdés, hogy létrehoznak-e újabb zsidó telepeket, erre a válasz ma az, hogy igen. A második számú kérdés az, hogy van-e zsidó-palesztin kiegyezés. A válasz az, hogy sajnos nincs. Tehát ma a két nép nem tud egymás mellett békében normálisan élni, a hónap az mindig kérdőjel. Volt egy amerikai külügyminiszter Albright, aki azt mondta, hogy lehetséges lesz, hogy zsidók és arabok békében éljenek, de nem az én életemben. Egyetértek vele. Szerinted ugye most lesz majd idén választás az Egyesült Államokba, ugye Joe Biden és Donald Trump a két fél. Bidennek a közel-kelet politikáját láttuk. Donald Trumpnak a közel-kelet politikáját láttuk. Úgy tűnik, mintha Trumpnak a közel-kelet politikája sokkal izraelcentrikusabb politika lenne. Szerinted, hogyha Trump és a republikánusok megnyernék ezt a választást idén, akkor megfordulna az Izraelhez való viszony is, és teljes messzészséggel kiállnának Izrael mellett? Ez megint nagyon jó kérdés. Kezdjük az elején. Én nem vagyok benne biztos, hogy Biden indul. Ha Biden indul, 99% hogy vereséget szenved, mert a átlag amerikai látja, hogy szennél is megöregedett, nem tudja, hol van, nem tudja, mit csinál most, hogy ő döntsön arról, hogy lesz-e a harmadik világháború, és megsemmisül az emberiség, ez egy fura dolog. Augusztusban a konvención le lehet váltani. A kérdés az, ha megcsinálják, kit indítanak. Novemberi választásokig akkor van még bő 2 hónap, 2 hónap alatt valakit föl kéne építeni. Ma sem a demokrata, sem a republikánus párt nem rendelkezik második vonallal, félreállították. Megkaptam egyszer a kérdést, hogy mi az esélye annak, hogy a Kennedy fiú befut. Semmi. Ismeretlen. A nevén kívül semmilyen nincs, egész életében politikailag vagdalkozott, tehát esélytelen. Miből él? A nagybátyámból, aki amerikai elnök volt, az apjából, a Robert Kennedyből, aki igazságügyminiszter volt, mind a kettőt meggyilkolták. Tehát szerintem nincs esélye. Feltételezve, hogy Biden és Trump indul, és Trump győz, abban a pillanatban Trump pillanatok alatt megoldást akar a oroszok ráháborúba és a közel-keleten. Ha ő győz, akkor tényleg egy sokkal inkább Izrael barát politika lesz, de amerikai érdekeknek megfelelően. Hallani olyat is, inkább ilyen összeesküvés elméletek helyekről, hogy Michelle Obama lehet a befutó Joe Biden helyett. Te erről mit gondolsz? Szimpatikus, értelmes, színesbőrű hölgy, de nincs semmilyen múltja a párton belül. Tehát bárkit lehet indítani. A kérdés az, hogy tudom meggyőzni ma a demokratákat, hogy őt indítsák. Föl lehet építeni. Őt viszonylag jól ismerik, hiszen egy elnöknek volt 8 évig a felesége. De nincs pártbeli múltja, nincs politikai tapasztalata. Van egy józan paraszti esze, és mielőtt a
férje elnök lett, és együtt dolgoztak, a nő volt a főnök, a férje volt a beosztott, tehát a képessége meg lenne rá. De kérdés az, hogy fölmeri egy párt vállalni, hogy olyan embert indít, akinek érdemlegesen a párthoz nincs köze. És mondjuk Hillary Clinton nem lehet egy... Esélye sincs. Megöregedett, nagyon csúnyán szerepelt. Ő közölte Obamával, hogy azért csináljanak belőle alelnököt, hogyha Obamát megölik, ő legyen az elnök. Tehát annyi ilyen szereplése volt, hogy a átlag amerikai számára elfogadhatatlan. Említetted, hogy az amerikaiak látják azt, hogy Joe Biden nem lenne képes kezelni egy olyan krízishelyzetet, mint egy harmadik világháború előtt álló világot. Szerinted egy harmadik világháborút képes lehet túlélni az emberiség? Nem. A válaszom az, hogy rengeteg ember megkérdezi, hogy hova menjen, ha jön a harmadik világháború. Európa, Ázsia döntő része, Észak-Amerika megsemmisül. Lehet, hogy lesznek olyan helyek egy harmadik világháború után, Afrikába, Dél-Amerikába, ott túléljük. De az életfeltételek 100 éveket mennek vissza. Tehát máshogy fogalmazva, a világ döntő része elpusztul. A kérdés az, hogy ez megéri. Sokan vitatkoznak, beszélgetnek arról, hogy ki lehet Trumpnak az alelnök. Ugye felmerült itt Kennedynek a neve, felmerült Ron DeSantis neve. Bocsánatot kérek, Kennedy neve nem merülhet föl. Kennedy a túlsó pártban van. Ettől még behívhatják, csak Kennedy egy senki. Tudom, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni. A Kennedynek a nevén kívül semmilyen nincs. Csak ugye a Trump is megpedzegette ezt, hogy lehet, hogy ő lesz az alelnök. A Trump rengeteg dolgot megpedzegetett, tehát ez egy érdekes dolog. De szerinted ki lesz az alelnök, Trump? Nem lehet megmondani. A kérdés az, hogy ki lesz az ellenfele, kit kell legyőznie. A Santis az egy nagyon érdekes valaki, de hát ő neki ment Trumpnak. Oké, de hát a Biden alelnököt csinált abból a hölgyből, aki neki ment, és aki az ellenfele volt, és aki írta egy levelet, hogy bocsásson meg neki, és mindenbe ki fogja szolgálni, ez a Kamala Harris. Ezt is csinálja. A Trumpnál a helyzet az ennél árnyaltabb. Meglátjuk, hogy kit talál, akit alkalmasnak tart. Az előző alelnököt nem, mert az bejelentett, hogy Trump mindenre alkalmatlan. Ezek után nem csinálok belőle még egyszer alelnököt. A következő témánk pedig Ukrajna lesz. Hogy áll most a front? Egyetlen van bármi változás? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy január óta több mint 2000 négyzetkilométert elfoglaltak az oroszok, mennek előre. Ukrajnában létszámhiány van, lőszerhiány van, rengeteg a probléma, és nagyon sok érdekesség van. Az egyik az, hogy bejelentették tegnap vagy tegnap előtt, hogy aki 2 évet a fronton szolgált, 12 hónapra felmentést kap. Magyarul egy év után visszavérdő a frontra. A második megjegyzés, hogy a francia köztársaság elnöke Macron azért mondott néhány nagy baromságot, arról csapatokat küld Oroszországba, mire Tolstoy, orosz parlament alelnöke nyilatkozott, hogy eddig ahány francia ott van, 40%-uk halt meg, tehát orosz válaszcsapás várható. Számomra a legérdekesebb most Ukrajna kapcsán az, hogy a NATO főtitkára felvetette, hogy 100 milliárd dolláré hozzanak létre egy csomagot, és 5 éven keresztül ebből kapjon Ukrajna minden évben 20 milliárd dollárt. Az ötlet jó, egy, Európa nem akarja, kettő. Tessék mondani, ki ellen irányul a csomag, nem az oroszok ellen, Trump ellen. Tehát abból indulnak, hogy ha Trump bejön, lehessen támogatni tovább Ukrajnát. Kérdésem az, hogy minek? A 20 milliárd dollár per év semmire nem jó, ukrajnai jelek 3 milliárd dollár per hónapot kér, csak működési költségként. Május 20-án lejár a mandátum a Zelenszkijnek, nem hajlandó kiírni a választást, hogy nincs pénz. A valóságban mindenre van pénz, ha akarom, nem merik kiírni a választást, mert tudja, hogy ma neki győzelmi esélye nincs. Mindenki arra számított, hogy Putyin a választás a győzelme után egy újabb mennyiségű katonát fog a frontra mezényelni, hogy nyilván a társadalomból fog besorozni. Ez nem történt meg. Szerinted Putyin ezen sorozások nélkül is képes lehet legyőzni Ukrajnát? Persze, hát ő azt mondta, hogy ő a mennyiségű önkéntes jelentkezik a mostani moszkvai merénylet után, hogy ő bármire képes, neki nem kell soroznia. A második megjegyzés, hogy Ukrajnának 3 védelmi vonala van. Az oroszok a 3. vonal előtt állnak, ha ezen áttörnek, már pedig komoly védekezés ott nincs, akkor szabad számukra bemenni, bárhova nincs katonai ellenállás. Ezt az Zelenszkij tudja, de a lakossága nem közlik. Szerinted ki követte el a moszkvai terrortámadást? A válasz az, hogy lehetetlen megmondani, semmi nem stimmel. Ha iszlám állam, az iszlám állam emberei soha nem kértek pénzt, ezek kértek. Soha nem adták meg magukat, ezek megadták magukat. Soha nem menekültek el a helyszínre, ezek elmenekültek.
Tessék mondani, már az oroszok lementek tadzsik területre kihallgatni és letartóztatni rengeteg embert. Mi az orosz narratíva, hogy ebbe ukránok és nyugatiak benne voltak? Lehet ezt megmondani Budapestről, lehetetlen. Tény az, hogy az oroszok ezt propaganda célokra megpróbálják kihasználni. A francia védelmi miniszter fölhívta a Sojgót, az orosz minisztert, és azt mondta, hogy támogatják őket a terror elleni harcba, de nem hiszik, hogy Ukrajna volt. Nagyon csúnya volt a két fél beszélgetése, én végigolvastam. Tehát máshogy fogalmazva, ma egy rendkívül komoly PR konfrontáció is van a két fél között. A mai magyar belpolitikát két tematika hatja át, az egyikről nem beszélünk, a másik pedig az EP választás. Ugye több párt is már kihirdette azt, hogy kik lesznek az ő EP-lista befutói. Mit vár az idei Európa parlamenti választásról Európa szinten? Azt, hogy a jobb oldal valamelyest erősödni fog, de nem annyival, mint a jó páran elvárják. Én rendkívül kíváncsi vagyok a holnapi szlovákiai választásokra, ahol a magyarok a második helyen állót támogatják, meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát nagyon érdekes az egész helyzet, európai választások. Ki a jelölt jelenleg a legfontosabb posztra, von der Leyen? Meg fogják választani? Hát nem lesz nagy stratégiai áttörés, akkor igen. Kinek a bizalmi ember a von der Leyen? Amerikaiaknak. A vakcina rendelésnél milliárdok, mondjuk úgy, hogy nem ellenőrizhetően mozogtak, és semmilyen válasz nincs. Elvileg van, de gyakorlatilag mire ez kiderül, addigra a von der Leyen újabb, hosszabb időre megkapja az Európai Unió elnökségét. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. A magyar belpolitikára én életemben nem tértem ki, rendkívül kíváncsi vagyok, hogy a mostani belpolitikai feszültség kinek mennyit fog ártani. Szerinted ugye a magyar kormánypártok jelenleg nem tartoznak egyik nagy pártcsaládba se Európán belül. Szerinted melyik pártcsaládhoz csatlakozhatnak? A válasz az, hogy ezt akkor kellene, a keresztény demokraták a néppárthoz tartoztak és tartoznak. A Fidesznek ezt akkor kell eldönteni, amikor föláll az új Európa. És látják, hogy hány fideszes képviselő van, ezzel mit tudnak elérni, és hol a legcélszerűbb politizálni. Ez a választások után fog eldőlni szerintem. Egyébként a jelenlegi német vezetésnek, ha jól tudom, van valami minimális beleszólási lehetősége, vagy Ursula von der Leyen lehet-e bizottsági elnök. Szerinted a Olaf Scholzék nem fogják ezt elkaszálni? Kezdjük az elején. A Olaf Scholz az SPD, a von der Leyen CDU. A CDU megállapodott von der Leyennel, hogy az európai néppártok őt támogatják. A Scholz őt nem akarja itt elkaszálni, de amikor a von der Leyen NATO főtitkár akart lenni, akkor közölték, hogy ezt megvétózzák, mert annyira orosz ellenes, hogy a NATO élén ilyen nézetekkel nem állhat valaki. Tehát meglátjuk. Tény az, hogy a néppártnak volt egy másik jelöltje, a Manfred Weber, akit egyszerűen kiütött a von der Leyen. Meglátjuk, hogy mi lesz. Arra is kíváncsiak, hogy a vizsgálat pár hónap múlva mit fog kimutatni a von der Leyen és a vakcina rendelés összefüggéseiről. Szerintem minek köszönhető az, hogy bár a jobb oldal előretörése nem, láthatóan nem fog megtörténni, az LPP ugyanúgy tudta tartani a pozícióját? Mert gyakorlatilag az egész nyugati propaganda hihetetlen tudatos. Tehát én reggeltől estig otthon a német tévét nézem. Lemegy benne, hogy milyen jó, hogy itt vannak a migránsok, lemegy benne az, hogy milyen csodálatos nyugat, lemegy benne, hogy milyen mocskosak a oroszok, lemegy benne, hogy a ukránok szentek. Semmi nem igaz. Minden differenciált, nem fehér-fekete a világ, hanem rendkívül pöttyös, bármit nézek. Ez a nyugati propagandában nem jön le, és ennek hatása lesz a választásokra. Akkor térjünk rá Európa motorjára, Németországra. Ugye látszólag visszaesik az AfD, most a mai adatok szerint 17,7%-on van, de ugye volt azért 22-23% környékén is, ez az 5%-os visszaesés. Milyen köszönhető az, hogy az AfD látszólag ennyire visszaesik? Ugye egy ösztámadás van ellene. Idén három választás lesz, mind a három a volt NDK területén, ahol az AfD rendkívül erős és a kommunista utott párt a Linke megy le, és a belőle kivált csoport a Sarah Wagenknecht bündi szövetsége jön föl. Országos szinten már 5%-on áll a szövetség. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz a másik. Az emberek jelentős része nem hajlandó bevallani, hogy a AfD-re szavaz, tehát a valóság és a fölmérés az szerintem két dolog. Ugye említetted a Wagenknechtnek a pártját. Mit vársz tőlük a választáson? Ők mennyiben képviselnek más, mint mondjuk a Linke? Egy, a hölgy határozott, kettő okos, három a férje, az egyik legismertebb német politikus, a Oskar Lafontaine, aki volt német pénzügyminiszter, volt a szociáldemokrata párt elnöke, és úgy összeveszett a Schröderrel, hogy utána kilépett a nagy politikából. Meglátjuk, a kelet-német elit jelentős része ő mögött áll, és nem a Linke mögött.
visszatérve egy kicsit az AFD-re, hogy az AFD gyakran megkapja azt a pecsétet, hogy ők szélsőségesek, ők nácik, ők fasiszták. Ugye ott a szociáldemokraták meg is pedzegették azt, hogy akár még be is tilthatnák az AFD-t a szélsőségessége miatt. Te hogy látod, ugye, ha jól tudom, az AFD-nek van külön a párton belül egy zsidó tagozata, hogy hát ugye a pártban vannak zsidók is. Jól tudom, az alapítók között is. Az AFD vallja egyedül a német politikán belül, hogy azért a Izraelnek a fővárosa az Jeruzsálem, nem pedig Tel Aviv. Az AFD tényleg ennyire szélsőséges és náci? Az AFD úgy jött létre, hogy a Merkel a CDU-t bevitte középre. Rengeteg ember nem értett ezzel egyet, és nagyon sok értelmiségi a CDU-ból létrehozott egy pártot, ez az AFD. Az AFD-nek tényleg van egy szélsőjobboldali szárnya, de véleményem szerint nem a pár szélsőjobboldali, hanem egy szárny emberekkel. Ahhoz, hogy az AFD kormányra kerüljön, és tudom, hogy amit mondok, nagyon csúnya, az eztől a szárnytól meg kell szabadulnia. Ha megnézem az eredményeket, akkor azt látom, hogy két párt képes kormányt létrehozni, a CDU és az AFD. Ha nem ők fognak össze, akkor megint hárompárti koalíció lesz, és az tragédia. Tehát máshogy fogalmazva, a CDU-nak alapvető érdeke, hogy az AFD megszabaduljon a hátrajövő másfél évben a szélsőségeseitől, és alkalmas legyen arra, hogy kormányozom. Egyébként az AFD-nek a szélsőségessége az a, ez az antiszemitizmus, ez a zsidók ellen irányú, vagy inkább a bevándorlók ellen? Döntően a bevándorlók ellen, de az AFD-ben néhány ember folyamatosan hülyeségeket beszél. Tehát, ha úgy tetszik, az AFD fővonalától jobbra vannak, és ez ma a német társadalom jelentős része számára nem elfogadható. Az AFD szerintem igen. És akkor térjünk rá a harmadik nagy, hát nem nagy, de hogy német jobboldali pártra, a Werther Juniorra. Róluk mit kell tudni, mikor hogy állnak ők? Hát szerintem pocsékul. A Werther Union élén a német elhárítás korábbi vezetője van. Budapesten volt, egy tájékoztatót tartott, én elnököltem, rendkívül értelmes. Egy bajom van vele. Ő nem pártelnök. Tehát annyit látni kell róla, hogy ő szemben ment Merkellel. Merkellel szembe bejelentett, hogy a tüntetés nem úgy volt, és nem ahogy a Merkel mondja. Ettől kezdve kirúgták. A CSU kiemelte, és a belügyminisztériumban egyen magasabb beosztást kapott, mint a titkosszolgálat élén. Olyan koalíciós botrány lett belőle, hogy ki kellett rúgni. Őt úgy hívják, hogy Hans-Georg Maaßen. Japán felesége van, kulturált, nyelvet tud, de nem pártelnök. Ő egy nagyon jó értelmiségi vitapartner. Én beszélgettem vele órák hosszat, jól fölkészült, de nem az, aki kiáll és eléri azt, hogy a tömegek rászavazzanak. Ő ma a CDU-CSU és a AFD közt van. Szerintem esélye sincs, hogy bekerül a parlamentbe. Miért van ez egyébként, hogy látjuk, hogy a CDU az inkább egyre megy be középre, és inkább már balra, a CSU pedig tudtam, már ugyanúgy maradt jobb oldalon, és azért a bajoroknál még mindig hatalmas. Igen, csak a CSU Bajorországban abszolút többséggel rendelkezett, most 35%-on áll. A másik az, hogy a Söder egy rendkívül karizmatikus, de nem túl elszerű politikus. Volt, hogy egy nap alatt váltott nézetet, amikor ezt érdekeit kívánták. Merkel most lesz 70 éves. Én erről leadtam egy könyvet, tudom, hogy ez nem a reklám helye, ahol én részletesen elemzem a Södert. Az egyik újságíró azt mondta, hogy ha kezdet fogsz a Söderre, akkor számold meg, hogy megvan-e mind az öt ujjad. Ilyen a Söder. A Söder egy perc alatt ment neki a Merkelnek, majd amikor lepattant róla, egy perc alatt legbelsőbb híve lett. Tehát egy ilyen ember Németország élén életveszélyes, az ő, de többször bejelentett, hogy a kancellár akar lenni. A CDU tényleg bement középre, a Merz megpróbálja most visszavinni jobb középre, ami egy teljesen más pozíció, csak a Merz is most lesz 70 éves. Tehát neki sincs túl nagy politikai jövője. Említetted, hogy a CSU azért jelentős támogatottságot vesztett Magyarországba. Kik azok, akik ezen ezt a legjobban ki tudták használni, ezt a politikai vereséget a CSU részéről? Ez egy érdekes dolog, mert aki följött, azok döntően azok a semleges jobboldalak, akik a CSU-ból léptek ki, ők vannak most kormányon. A zöldek nem jöttek föl. A szociáldemokraták katasztrofális helyzetben vannak Bajorországban. De a CSU, amelyik meghatározója volt Bajorországnak, ma nem az. Erők azt mondják, hogy azért nem, mert annyi bevándorló jött be, és azok nem a CSU-ra szavaznak, lehet. De én a CSU karizmatikus oldalát, Steiber alatt volt, Franz Josef Strauss alatt volt, ma nem látom. Tegnap és ma Bosznia-Hercegovinában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. Ugye
egyre többször látjuk azt, hogy vezető, prominens magyar miniszterek mennek a Nyugat-Balkánra tárgyalni. Mi lehet ennek az oka? Egy, mi leszünk az Európai Unió soros elnökei, kettő, szeretnénk az Európai Uniót bővíteni, három, abból indulok ki, hogy rendezzük a kapcsolatainkat a szomszédokkal. Ma a magyar-szlovák viszony kiváló, a románokkal valamilyen módus vivendi találunk, a szerbekkel a kapcsolataink jobbak, mint bármikor a történelemben, Bosznia-Hercegovina. A három ott élő nép nehezen él egymással együtt. A szerbek szeretnének becsatlakozni, úgy hívják, hogy Palei köztársaság Szerbiába, a horvátok Zágrába, tehát Horvátországba, a muzulmánok ott maradnának. Nagyon nehéz a helyzet, a magyar alapvető cél az, hogy a Balkánon nyugalom legyen, ne legyen újabb háború, szerintem lesz háború, csak időkérdése számomra, hogy mikor fog létrejönni Nagy-Albánia, de a magyar alapvető érdek az, hogy a Balkán integrálódjék Európába, mert ez magyar nemzeti érdek. Hogy lehet az egyébként, hogy Magyarország és Szerbia ennyire jó kapcsolat ápol egymás, hiszen történelmileg azért voltak? Mert a vitás kérdéseket meg tudtuk oldani, mert kint a magyaroknak rendkívül demokratikus lehetőségeik vannak Szerbián belül, mert Vučićsal, a magyar miniszterelnöknek kiválók a személyi kapcsolatai. Tehát azt lehet mondani, hogy ami létezik a két oldalú kapcsolatokban, mind a két fél megtette, hogy a normalitás helyreálljon, és ez bekövetkezett. Szerinted a magyar soros elnökség 6 hónapja alatt tud olyan érdemi változást elérni a Nyugat-Balkán integrációjában, ami esetleg a következő soros elnökségek idején akár már a csatlakozásokat is előkészíthetné? Én remélem, hogy igen. Persze. Persze. Meglátjuk, hogy milyen biztosi pozíciót kapunk az Európai Unión belül, meglátjuk. És látszik az, hogy Magyarország helyes szerepe Európán belül még akkor is nő, hogyha néhány ország nagyon nem szeret minket. A másik, ha bejön Trump, attól kezdve a magyar kormány és Orbán Viktor az egekbe megy. A Trump Európába Orbán Viktor szereti. Ha Biden lesz, akkor át kell gondolni a magyar stratégiát. Szerinted a nyugati államok is annyira vagy hasonlóan elkötelezettek a Nyugat-Balkán integrációjában, mint a magyar? A válaszom az, hogy részint igen, nem akarnak több migránst. Ha megnézed, akkor Olaszország a migránsokat átküldi Albániába. A britek, akik NATO tagok, de nem EU tagok, leküldik Ruandába. Mindenki próbál a migránsoktól megszabadulni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Senki nem mer így kimondani. Tehát máshogy fogalmazva, az Európai Unió alapvető érdeke az, hogy az a határ minél délebbre legyen, amely a migránsokat megállítja. Szerinted egyébként Németország képes majd túllendülni valahogy ezen a sokkon, amit a migránsok okoztak a német társadalomban? A válaszom, hogy én úgy gondolom, hogy belátható időn belül nem. A nagy kérdés az, hogy milyen kormány lesz jövőre, mennyire keményen mer föllépni a német jogrend alapján a migránsokkal szembe, ugyanis ma már a migránsok önálló nagyvárosokban önálló részeket uralnak. Már 10 olyan milliós város van, ahol a 6 év alatti gyerekeknél migráns túlsúly van, és ez életveszélyt jelent hosszú távon a német fejlődésre. Tegyük fel, hogy az AfD kormányba kerül Németországba. Nekik milyen tervük van Németország németesítésére? Migránsok közül, akit lehet kitelepíteni, az euró legyen stabil Németországba, a német ipart fejleszteni kell, az oroszokkal a kapcsolatokat, amely területeken lehet, újra fejleszteni kell, és Németország foglalja azt a helyet Európában, amelyet évtizedeken át elfoglalt, és legyen a kontinens vezetője. Mondjuk belegondolva, ugye tudtam, az AfD vezetése egyébként jó kapcsolatából szintén Donald Trump-al, tehát egy Trump vezette egyes... És Putyinnal is, és nagyon sok egyéb vezető politikussal, így van, igen. És szerintem mondjuk az AfD az olyan párt, amik Németország érdekeit szolgálja? Meggyőződésem szerint igen, persze. Persze. Ők úgy látják, hogy Németország elment túlzottan balra, vissza kell hozni, ők ezért mindent meg fognak tenni. Ez rengeteg embernek nem fog tetszeni. És szerinted a társadalomban jöhet egy olyan áttörés, ami az AfD-t kvázi egy elfogadott pártát teszi? Abba percben a kormányra kerül, igen. Én nagyon jól emlékszem, mikor a zöldeket először bevonták tartományi kormányba, majd országos kormányba. A lakosság kettőt nyert és elfogadta a zöldeket. Holott a zöldekre, annak idején a francia Strauss azt mondta, hogy ezek olyanok, mint a paradicsom. Most még zöld, később megérik és vörös lesz. Nem jött be, nem lett vörös. Ugye akik elég rosszul állnak jelenleg a német szinten, vagyis a nemzeti szinten, azok ugye az FDP, a liberálisok, illetve hát a Linke. Szerinted, vagy amit mondtad, hogy te azért elég gyakran foglalkozol a német politikával, milyen
megoldásokat próbálnak adni arra, hogy kvázi lehet, hogy be se kerülnek majd a Bundestagba? Kezdjük a liberálisokkal. A liberálisok már most közölték, hogy szívesen összeállnának a CDU-CSU-val. Oké, 4-5% közt vannak, tehát ha bekerülnek, akkor is harmadgyengék. A második az, hogy Lindner ragaszkodott ahhoz, hogy ő pénzügyminiszter legyen, de ezzel eddig nem tudott élni. A harmadik az, hogy nincsenek karizmatikus politikusaik. Tehát olyanokat mondanak, amitől én megőrülök. A Lindner azt mondta, hogy 18 éves korától csak Porsche-val hajlandó menni. Hát amikor Németország szegényedik, akkor ilyet nem mondok, ha én egy vezető politikus vagyok, Linke. A Linke elvesztette bázisának jelentős részét, nagyon sokan átlépték az új szövetségbe. A Linkénnel a próbatétel most össze lesz a 3 volt NDK-s tartományi választás, hogy hány százalékot fog kapni. És a két baloldali párt, mondjuk kommunista utódpárt, a szövetség és a Linke ki tud egymásra jönni, és ha igen, kinek a vezetésével. Ez volt a világnézet Nógrádi Györgyel. Köszönjük, hogy itt voltál. És én köszönöm szépen, hogy meghívtatok.